Sziasztok! Ebben a videóban meg szeretném mutatni nektek, hogy én mire használom az armor standeket. Nem másra, mint szexiket csinálok. Na. Sziasztok! Egy perces pályák újra. Most néztem meg, hogy hát van egyszer 50. Jó, megnéztem mi. Na mindegy, tehát úgy számolgattam, hogy körülbelül összesen olyan 23 rész, vagy 22, valami, hogy ilyen magasságában lesz ez az egyperces sorozat, addigra fognak elfogyni. Ugye többet már ne küldjetek. Az előző részben nem is mondtam, tényleg elfelejtettem, de már egy ideje nem küldtetek, szóval úgy látom, szerencsére mindenki ez eljutott a hír, ugyanis jön majd egy másik ilyen feladat. Jó. Kezdjük is. Az első pálya az második egyperces map. Ja, valami ilyesmi neve volt, második egyperces map. Ja, a készítőt azt nem tudom most. Talán Patrick. Remélem ki fog derülni a pályában, mert az e-mailben nem írt semmit, csak a pálya volt. De akkor start. Oké, minden gyémántból van. És sötétség, nem tudom ebből mi lesz látható a videóban. Egy gomb. Rendőrök elkaptak. Ne. De kreatív vagyok, úgyhogy ki tudok jönni. Van egy olyan rossz érzésem, hogy én a pálya végén vagyok. Itt a széfed, és rendőrök elkaptak. Ja. Megcsinálta a pályát kreatívan. Szépen kilépett, igen. Félbesznét darabok. Hát akkor elég dolog visszafele. Most mit tudok csinálni? Nem tudom, az elején. Az előző részben... Aha, itt kezdődik. Hát akkor nem is... Tényleg egy perces végül is. Még így is, hogy... Na, szóval akkor gyorsan. Az előző részben kiraboltál egy bankot, és gazdag vagy, és mentél venni egy kocsit, és... Itt a felszerelés. Értem. És akkor bemennék, itt a széfem. Akkor bemegyek, és elkaptak. Aha, értem a poént. De sajnos megfeledkezett róla, közben is járt. Szóval azt akartam mondani, hogy még így is egy perces, hogy rossz helyről indultam. Következő pályát, nem tudom, felolvassam a nevét. Jó, hát ha kiderül a pályán, szintén nem írta le, hogy milyen nevet mondjak, és hát nyilván nem akarom mondani a valódi nevét, úgyhogy csak a pálya címét mondom, háborús idők. Lássuk. Láda, Ammu, AK-47 kés, maszk, felső, gatyás, cipő, küldetés, csak felöltözök. Nem vagyok kreatív, ez már jó. Jó, én meg minél több nácit. Oké, hát ez egy nagyon kedves pálya. Minden. Te egy katona vagy, ez egy háború, él túl felszerelés a lávában. Sza, bályog, GM2, békés, ne csaj. Kíváncsiak, hogy milyen nácikat fogok ölni, hogyha békésen játszok. Ez ő mondta. Nem áll. Jó. jó, akkor gyorsan békés. Játékmódot már csak nem állítok. Ők lennének azok? Megyek falusit? Ja. jó. És most járt le. Hát jó, most meg tudom mondani. Végre ideig jutottam. Mi van itt? Ez mi lehet? Ez mi lehet, hogy ez egy kút, megnézem. Jó. Na. Megnéztem. Láttam, nincs alatta semmi. Tényleg szét van bombázva? Oké, valami háborús hangulat itt tényleg van. Ugyanakkor nem támadnak, úgyhogy mégsem. Ja, hogy ugorjak le itt, látom. Aha, igen. Én valami gombot kerestem, vagy járatot, de ezt... Itt van egy jó. Hát akkor megyek arra, hogy tervezte. Elteleportáltam. Köszi, hogy végig vitted a mapot. Én köszönöm. A következő pályát Imoder, vagy hát gondolom iModer, majd leírja, készítette. Mit írsz? A pálya neve Amágus,
Ja, azt írta, hogy szabály nincs. Oké. Jó. Minden beállítva. Ez nagyon jó, de egy kicsit szkeptikus vagyok, mint amikor kírják, hogy tesztelve lett, aztán tehát sima teleportál van írva. Jó, mindegy, kezdjük. Üdvök, kérlek, segíts nekem bájitalt főzni. A recept a ládában van, siess. Kézikönyv. Szia, kedves tanuló! Ma magikus bájitalt fogjuk főzni. Hozzávalok 3 vizes palack, alvilági bibircsók, ragyogó dinnye. Azt hiszem 3 vizes... Nagyobb a piás üvege, jó. Egy ilyen, és bibircsók, ebből is egy. Na. Elkészítés. Az elkészítés 3 fázisból áll. Tegyük a vizes palackokat az alsó rekeszbe, a bibircsókot pedig a felsőbe. Igen. Ezt a fázis... Hopp. Ja nem, jó csináltam, oké. Tehát a másodikat a másodikkal kell. És a elsőbe pakoltam, jó. Oké. Főző állványa végezzük el, igen. Tegyük az ügyetlen bájitalokat az első rekeszbe. Az a csillogó dinnyét pedig a felsőbe. Hát igen. De egyébként kifutottam, már lejárt. Jó, hát akkor ideig jutottam igazából. Őszintén szóval nincs idő végigolvasni meg. Elkészítenem bájitalt. Jé, ez megtartotta a nevét? Hm. Egyedül is ilyen volt. Mit lehet addig itt csinálni? Semmit. És kész. Aha, és érzékelte. Remek. Nem vetően kellett másik főzelványba rakni. Oké. Kész, és most jöhet a teszt. De előtte térj vissza az első fázishoz, és főzz bele egy puskaport a főzetbe. Ez fontos. Hű, hogy begyorsult. És akkor megvannak. És akkor én nagyobb a piás üvegét fogom eldobni, az a középső. De nem is semmit. De akkor használnom kell. Azt így nem fog érzékelni, és akkor történik valami. Nem, ennyi. Ja, hogy őt kéne. Ó, de béna vagyok. Na, újra itt vagyok. Hát igen, nem írta le, hogy rajta kéne használni, vagy hogy kéne használnom, és... Ez én meg simán elhasználom magamra. De megoldottam. Meghalt. És ezt is érzékeli? Nem. Akkor azt hiszem ennyi, csak mindig elbizonytalanító, ha nincs kiírva, hogy ez a vége. De gondolom ez. Most már ügyes bájital készítő vagyok. A következő pályát Anita készítette, és az a neve, hogy a Grinch. A Grinch, igen. Nagyon kíváncsi vagyok. Én csak a filmet láttam, a Jim Carrey féle feldolgozást, ami tetszett. Bírom azt a filmet, úgyhogy lássuk. Start. Történet. Pályát készítette. Ó, itt van a neve. Kár, hogy e-mailben nem írt el, akkor az elején is mondtam volna. Csofika. Szia! Csabusa elrabolta a szép hajadon lányt, a gonosz Grinch. Ja, szia, Csabusa! Jó, oké, központodás király. Utóirat a Grinch, kinek az ajtaján nincs kilincs. Szabályok. Ne csaj, válts játékmódot, ne üss, illetve ne rakj le blokkot. Békésen játszott, nem békés vagyok. Atomübertepsét a pálca? Na. Bár... Ennek csak visszalökése van, szóval... Nem az igazi.
Hát ott nyitni tilos. Akkor még rajtókat rakott. Hát, hogy kíváncsinak kellett volna lennem? Nem. Jaj! Jaj, tényleg a Grinch tud varázsolni, nem mondtam, de... Ugornod kell, siess. Uff. Ó, és most hát most járt le idáig, illetve kicsit korábban, de... Szóval ideig jutottam, mindegy. Beleszámjuk a bénázásokat. Levonjuk a bénázásokat. Van itt egy ajtó. Jön itt még egy ajtó. Ezen nincs kinyis, de kíváncsi vagyok, hogy mit csinál. Semmit nem csinál. Tehát azért van megoldás, amivel sem lehet tekint átnézni. Ja, is fejtettem. A hercegnő egy nyúl, és a Grinch én vagyok. Vágd a fejét. Nem kell kiszabadítani? Mégis nem mondta, hogy ki kell szabadítani. Adjon be a fejet. A kandallóba? Jó, sikerült! Csak a királynőt nem mentettem be, a hercegnőt nem mentettem ki. Először... Csók. Jaj. Pap, ezen ne házas társaknál nyilvánítom önöket, micsoda? Csókolja meg az arát. Hát ez kedves. Micsoda retro hangulat, a kerítések körbe vannak zárva, hogy ne meneküljenek el. Ugye, most már egy ponyolza van, no AI. Csók. Ajaj. És akkor most én ananász éjszaka? Csak nem. Egy nyúllal, azért csak nem már egy nyúllal. Kicsit beteg volt a készítő. Köszönjük, hogy kivitted a pályámat, remélem tetszett utóirat. Ez volt az első pályám. Ahhoz képest poén volt egyébként. A történet jó volt. Hát az építés egyszerű, de hát első pályán az nem is szokott nagyon látványos, meg csicsás lenni. De a történet az poén volt. Nyúllal, ucsin. Mai utolsó pályánkat... Nándor azt kérte, hogy ne az igazi nevét mondjam, tehát Darking Hoon készítette. A cím az, hogy Portal Goblin. És indítás. Na, indítás, csak a stoppert nem indítottam. Igen. Azt mondja, a történet, a Portal Goblinok elrabolták mindened, és meg akarod bosszulni, még a lépcsőd is elrabolák, le akarod győzni a fő goblin, sok sikert, akkor irány legyegőzni. Info. Nincs. Lámpa. Itt volt a lépcsőm. Pont. Ez pont jó nekem. Jó, biztos be a barlangba. Itt volt egy láda. Háromszoros pont. Ilyen sötét. Arra van valami, de nem vagyok benne biztos, hogy ásnom kéne. Vagy nem kéne, vagy kéne. Jaj, ez el fog menni az... Jaj, hogy már le is járt, jó. Ez egy gyorsan lejárt. Lassabb voltam a szokásos, ne. Itt se lehet. Hopp. Ott lesz az eszköz biztos. Nem, sok pont. Na, és nem tudom kivenni. Na. Aha. Kanonból vagyok, hogy nem tudom kiütni. Csak nem úgy tervezze, hogy ki kelljen ütni. Jaj, de jó. Csak én vagyok vak. Jó. Most megidéz ezer a keszönyet. Goblinok, valaki halló? Békés vagyok? Nem, easy-n vagyok. Easy-n meg a liter water. Száka. Tár. Jó, hát ez határozottan nem egy 1 perces pálya. Koponya melegítő, karácsonyi gattyó,
Lukaszokni. 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 Ez igen, hát ez lehetne egy új mém is akár. M4A1. A fegyvereket azt ismeri. Valami, ami szép. És még mesztelen vagyok. Tipp számolt, hogy hány ilyen blokk van a pályán. Ez nem számít bele. Egyet látok innen. Spawn point. Nem tudom, mit kéne csinálnom. Csak annyit itt összeszámoljak, de... Jaj, de gonosz! Most nem láttam ott mi van. Ez nagyon hosszú ez a pálya. De természetesen végigviszem, ha már megépítette, de ez nem jó. Egy percesnek. Főleg, hogy béna vagyok ehhez. Én teszek varázsolni. És hopp, át is kerültem. Cuccosok. Valami jó. Megsebzés. Meg is hiszem. Aj, Istenem, de béna vagyok. Ó, micsoda harc. Ó. Kirepült a hat? Ne, engem húzok. Még egy. Ezt is bele kéne számolni. Labirintus, mi más? 3, 4. Csak fogom tudni a végén. Ott egy kecske köztük. Ide mi? Kar? Kart. Kirincset. De nem tudom lerakni. Ó, fél. Erre nem gondolt. Akkor most kreatívba menjek rajta végig, vagy túlélőbe. Na, túlélőbe. Ez kevésbé tűnik csalásnak. Kvízecske. Fú, nagyon kifáradtam a labirintuson. Hol van az a goblin, aki ellopta mindenem? Szereted a hóembereket? Nem szeretem. Ne hazudj, azt mindenki szereti. És... Mit van? Pont az van? Tök jó. Milyen színű a tengeri... disznom? Két a jó válasz már, mint a fejét. Na hány? Polish Head Diorit volt a pályán. És akkor most nekem gondolnom kéne, hogy 1, 2, 3, így vannak sorszámozva. Azt hiszem 4 vagy 5 lesz a jönet. Hát és sok, ezt nem bírom elolvasni. Nem. Folyamatosan rakja le, ezt nem fogja bírni a gépen. Folyamatosan rakja le, jéjj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 
Darkin Hun pályája. Lássuk, az ötből a kedvenc. Talán a Grincher, de csak a történet miatt, nem az építés miatt. Írjátok meg, hogy nektek melyik tetszett. És még mindig idézi. Jó ég, ez ki akar írni a gépemet? Nem tudom, ki csinálta, de valamit nagyon utálja a gépemet. A kézikingóban.